Színes repertoárral készült a születésnapi koncertjére a székesfehérvári fuvolzenekar. Felcsendültek egyebek mellett Indiana Jones dallamok és a Rákóczi induló is. A cél ez alkalommal sem volt más, mint hogy egy minél szórakoztatóbb, színvonalasabb műsort vigyenek a közönség elé. A zenekar 1988-ban a zeneiskola növendékeiből alakult, és mára ugyan elhagyták már az ifjúsági szót nevükből, de így is mindig nagyon friss, fiatalos fuvolzenével örvendeztetik meg a fehérváriakat. Nagyon sok, nagyon szép, jó élményünk volt. Ez a közösség azóta szerintem már több száz ember megfordult ebben a zenekarban. Vagyunk páran, akik alapító tagok. Nagyon jó barátságok alakultak ki ebben az elmúlt 35 évben, és alakulnak a mai napig. Jártunk mindenfelé a világba, nagyon szeretünk együtt muzsikálni, az egész úgy jó, ahogy van. A vasárnapi koncerten nem csak a zenekar ünnepelt, az alapítót, Bíró Zoltánt köszöntötték 80. születésnapján a zenészek. Az együttes rengeteg sikeres külföldi és belföldi fellépést tudhat maga mögött, emellett pedig Székesfehérvár életében is fontos szerepet töltenek be. Mára már hagyományt teremtettek a fehérvári fúvós fesztivállal. Én azt gondolom, hogy ha nem is tartozik hozzá a hétköznapi embereknek a kultúrájához az, hogy fúvós zenekari koncertre látogatnak el, de vannak azért nagyon sokan, egy jó nagy mag, aki mindig eljön a koncertjeinkre. Ez azt jelenti, hogy akár a karácsonyi koncertjeinket régebben a Ciszter templomba szoktuk tartani, és ott több száz, sok száz ember nem fér be, valamint itt a Szent István teremben is mindig teltházasak a koncertjeink. Az ünnepi esemény teljes egészében megtekinthető a Fehérvár Televízióban november 26-án 19:20-kor.